mai műsorunk tartalmából. Családi egészségnap ingyenes szűrővizsgálatokkal várta Újbuda lakosságát a Szent Kristóf szakrendelő. Tojásfestéssel készülnek a kicsik a húsvétra, különleges technikákat sajátíthattak el az újbudai iskolások. Eljött az óvoda választás ideje, bőrzén mutatkozhattak be az újbudai intézmények a leendő óvisoknak és szüleiknek. Több éves hagyománya van a Szent Kristóf szakrendelő tavaszi családi egészségnapjának. Idén április 8-ára esett a prevenciós rendezvény, amikor is összesen 120 orvos és asszisztens várta szűrővizsgálatokkal az újbudaiakat. A rendezvényt a kerület országgyűlési képviselői, Simicskó István és Szabolcs Attila, valamint Hofmann Tamás polgármester nyitották meg. Simicskó István a prevenció fontosságát hangsúlyozta megnyitó beszédében, majd az egészségügy helyzetéről és a tervekről is beszámolt a hallgatóságnak. Szerintem nagyon komoly változások történtek a magyar egészségügyben. Nyilván szükség van olyan népegészségügyi programokra, szűrőprogramokban, amelyek beindulnak hamarosan, és ezzel is reményeink szerint a magyar emberek még egészségesebbek lesznek, hosszabb életet élhetnek meg, ez mindannyiunk közös érdeke. Nekünk is vannak szüleink, nagyszüleink, gyermekeink, fontos, hogy családtagjaink, fontos, hogy nekik is milyen sorsuk lesz, és milyen betegségek jelentkeznek. Ugye látjuk azt, hogy a szív- és érrendszeri betegségek, a stroke és a rák különböző fajtai, sajnos a magyar társadalom és a világban mindenhol nagyon komoly pusztítást végeznek. Ezzel szemben szűrőprogramokkal, megelőző tevékenységgel, nyilván sportolással, egészséges életmóddal, de egyébként különböző korszerű technikai, technológiai, orvosi eljárásokkal is nagyon sokat tudunk segíteni. Ugye a magyar kormány többek között egyébként ezért döntött úgy, hogy vastagbélszűrés is lehetővé teszi majd ez év őszétől. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon súlyos eseteket láthattam még én magam is, hiszen a honvédkórház fenntartóaként is látom, hogy az egészségügyünk helyzete milyen. Vastagbéldaganatos megbetegedések is igen gyakoriak. Tehát ezzel szemben is azt mondják az orvosok, hogy igen, szűrőprogramokkal ez jelentős mértékben megelőzhető és csökkenthető ennek a súlyos betegségnek a kialakulása. A kormány döntött abban is, hogy négy súlyponti kórházat hoz létre. Ebből az egyik nyilván Észak-Pesten a Honvéd Kórház, amelyet tovább erősítünk és fejlesztünk. Ez egy külön öröm számomra, honvédelmi miniszterként. De ugyanolyan öröm számomra, vagy még talán nagyobb öröm újbudaiként, hogy igen, itt is a második lépésben itt épül meg Dél-Budán, a budai oldalon legalábbis a súlyponti kórház, és talán ezt követően megyünk az észak-budai részre. Ez azt jelenti, hogy mintegy 1000 ágyas kórházzal gyarapodik majd a kerületünk, illetve ez a térség. Ez mindenképpen fontos, hogy egy új szuper kórház itt Újbudán lesz. Egy másik döntést is hozott a kormány. Ebben is, hát hogy mondjam, sajátos érzés döntött el és töltötte meg a szívemet, hiszen korábban sportért felelős államtitkárként dolgozhattam, és a sportkórház sorsának a jövőjének a léte is kérdéses volt, de igyekeztünk segíteni, hogy ez megmaradjon ez a tudás, és helyezzük ezt el, ha lehet, akkor itt Újbudán. Az ortopédiai intézet, ortopédiai klinika helyén lesz elhelyezve egy új modern sportkórház, amely a gyermekeink sportolását, versenyre való felkészülését és hát nyilván az élsportot is jelentős mértékben fogja tudni segíteni. Hofmann Tamás polgármester is az egészségügyi fejlesztésekről beszélt. Szerinte a már említett területeken túl nagy előrelépés jelent majd a kerület gyermek szakellátásában a gyermekegészségügyi centrum elindítása. Újabb rendelések nyílnak meg, például a gyermek tüdőgondozás, gyermek gasztroenterológia, gyógytorna és egyéb olyan szolgáltatásokkal bővül a szakrendelő kínálata, amely meg fogja alapozni magát azt, hogy a gyermek szakrendelő majd hogy fog működni. Ennek a fizikai előkészítése és a költségvetési megalapozása folyik per pillanat, de már avval a tervezéssel, hogy ezek a rendelések már át fognak kerülni az új helyére is. Hofmann Tamás polgármester elmondta, az intézményt műszakilag és szakmailag is folyamatosan fejlesztik. Ennek eredménye az a magas színvonalú gyógyító munka, amelyet a páciensek is tapasztalhatnak nap mint nap. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően a szakrendelő az elmúlt években többek között 3 ultrahangos készülékkel, gyermekfogászati kezelő székekkel, uroflógéppel, fizioterápiás smart készülékekkel, valamint egy új nagy tudású röntgen átvilágító géppel gazdagodott. Nagyon fontos az emberek egészségének megőrzése. Ezt szolgálja az egészségügyi ellátórendszer, amelyben igen, a kerület nagyon nagy szerepet vállal, hiszen a szakrendelőt is rendszerét üzemeltetés működteti.
reméljük, hogy mindenkinek a kedvére, megelégedésére teszi. Nagyon fontos az, hogy minél jobb minőségű eszközökkel lássuk el ezt a rendszert, hogy minél jobb legyen a vizsgálati módszer, vizsgálati körülmények és ennek a diagnosztikának az eredménye. Ezért nyilván folyamatosan átalakítjuk, felszereljük, új és újabb berendezésekkel és gépekkel látjuk el a különböző rendelőket. Szabolcs Attila Újbuda példaértékű egészségügyi ellátórendszerére hívta fel a figyelmet. Az országgyűlési képviselő szerint a helyi lakosok kivételesen jó helyzetben vannak, hiszen a magas fokú szakmai munka mellett a berendezésekről, a fejlesztésekről és a megfelelő munkakörülmények megteremtéséről is kellőképpen gondoskodik az önkormányzat. A családi egészségnek már hagyománya kerületben, így az évek során egyre több látogatóval büszkélkedhet. Idén is több mint 1000-en érkeztek a rendezvényre, hogy felméressék egészségügyi állapotukat. A Szent Kristóf szakrendelőben évente nagyjából 800 000 orvosbeteg találkozó zajlik, azaz minden kerületi lakos átlag 5-ször vesz igénybe a gyógyító munkát. Május elején meg kell hozni az ifjú családok egyik legnehezebb döntését, menjen-e a gyerek bölcsödébe, vagy hová menjen óviba. Ezen kívántak segíteni a szervezők ezzel a remek új kezdeményezéssel, az első újbudai bölcsi és óvi bőrzével, amelyre nagyon sok érdeklődő volt kíváncsi. Mi alapján választanak? Mi az, ami igazán fontos érték az önök számára? Hát a legfontosabb az, hogy olyan bölcsödét találjunk a kicsinek, ami jó levegőn van, csendes környezetben van, ahol jól tud étkezni, tehát megvan a napi 4-szeri étkezés, hogy odafigyelnek arra, hogy mit kap. Fontos nagyon, hogy aránylag közel legyen a mi lakásunkhoz is természetesen, hogy ne kelljen nagyon sokat mozogni vele. És hát úgy gondoljuk, hogy első körben azért ő is segít majd a kiválasztásban, mert ahol ő jól érzi magát, oda fog majd menni valószínűleg. Az érdeklődő szülők összesen 9 helyszínről, munkamódszereikről, körülményeikről tudhattak meg többet az ott dolgozó gondozóktól, óvodapedagógusoktól, intézményvezetőktől. Így sok szülőnek ez a bőrze könnyíthette meg a döntését a választásban, hiszen elég volt pár órát rászánni, hogy egyszerre több óvodát vagy bölcsödét ismerhessenek meg. Mi most néztük azt, hogy mennyire van közel-messze, hogy mennyit kell azért utazni a babával, ugye nem mindegy. Néztük az árakat, néztük azt, hogy mennyire családias, mennyit vannak kint a levegőn, ami nekem fontos. Az étkezést annyira nem néztük, mert mindent megeszik a gyerek, hál' Istennek. Úgyhogy hát ezek voltak a legfontosabb szempontok. A bemutatkozó intézmények kerületünk számos városrészéből érkeztek. Képviselte magát a Sashegy óvoda, a Kamara Erdei Kerekerdő óvoda, az Egér Király Művészeti óvoda, és a Csodakert óvoda is. A magánbölcsödék közül lehetett ezen a napon érdeklődni a Csibe bölcsibe családi bölcsöde, a Happy Garden Daycare családi bölcsöde, a Mosolysziget és a Zümzüm bölcsöde képviselőitől is. A gyerekek sem unatkoztak, míg szüleik minden kérdésükre választ kaptak a szakemberektől. Őket rajzprogramokkal, sok-sok játékkal, finomságokkal és ugrálóvárral szórakoztatták az első újbudai bölcsi és óvibőrzén a Gazdagléti Közösségi Házban. Azok a szülők, akik nem tudtak eljönni erre a rendezvényre, az Újbuda Televízió Kulturális Körkép című műsorának segítségével részletesebben megismerhetik az itt kiállító 9 bölcsödét és óvodát. Elindult a húsvéti készülődés. Újbuda szerte iskolások százai festették a tojásokat, hogy műveikkel meglepjék a kerületi, idősek otthonában élőket. Kizárólag népi motívumokat festettek a Széchenyi Díjas néprajz kutatóról elnevezett Domokos Pál Péter általános iskolában a diákok. Különböző technikákat alkalmaztak. Volt, aki írókával rajzolt a tojásokra, például olyan kárpátaljai motívumot, amely azt jelenti, jó háziasszony leszek. Berzseléssel, ez egy különleges népi eljárás, és gyógynövények rögzítésével is díszítették a diákok a tojásokat. Ezeket a rendhagyó tojásfestő kreatív foglalkozásokat évről évre megrendezik az általános iskolában. A gyerekek izgatottan készülnek az ilyen órákra. Húsvétra évek óta olyan népművészeti tojásokat és olyan népművészeti tárgyakat készítünk, ami örök emlék a gyerekeknek, illetve amit az őseink használtak. A Domokos Pál Péter név kötelez minket, hisz iskolánk a néphagyományok, népszokásokat úgymond kötelező
ajánlásként veszi, és a mi gyerekeink egész évben olyan népszokásokat adnak elő, gergelyjárás, lucázás, Márton napi felvonulás, betlehemezés, ami nem minden iskolára jellemző, hiszen a gyerekek, ha most nem tanulják ezt meg, akkor mikor? Az önkormányzat jóvoltából a gyerekek csoki nyuszit kaptak a művészi munkáért cserébe, köszönetként. A Grosics Gyula Sport és Általános Iskolában Hoffmann Tamás polgármester osztotta ki a tojásfestő kisdiákoknak a csokoládét, miután megcsodálta az elkészült műveket. A tojásokat itt is kizárólag természetes alapanyagok segítségével szépítették meg a gyerekek. Nagyon fontosnak tartom a hagyományőrzést. A mai gyerekek szinte már alig ismerik ezeket a hagyományokat, meg a hagyományokhoz tartozó ünnepi szokásokat, és ezt szeretném velük megismertetni különböző módon. Azon kívül a húsvéti szünet után mi tartjuk a húsvéti szokásokat, ezt a gyerekek kérték, és nagyon várják már. A kisfiúk hozzák a kölniket, a kislányok készülnek otthon, úgyhogy én azt gondolom, hogy főleg a mai világban nagyon nagy szükség van erre. A Gárdonyi Géza általános iskolában Márta más eszközökkel festette meg a tojásokat. Húsvéti tojásokat festünk temperával, de lehet tűfilccel is dolgozni, és hát aki meglossal, annak készül. Az iskola a kerületi intézményekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektet a keresztény hagyományok ápolására, amely az önkormányzat segítsége nélkül nehezebb feladatnak bizonyulna. A polgármester itt is csokoládé nyuszikkal köszönte meg a gyerekek segítségét, egyúttal boldog húsvétot kívánt nekik és tanáraiknak. A Krea Plac egy nagyszerű kezdeményezés, ahol a család és munka mellett alkotó ügyes újbudai kézművesek lehetőséget kapnak arra, hogy tudásukat, tehetségüket másoknak is megmutathassák. Az érdeklődők és vásárlók pedig igazán különleges, egyedi tárgyakkal lehettek gazdagabbak a Malom galériában. Negyedik alkalommal hirdettük meg ezt a vásárt. Sokan vannak az alkotók közül, akik már az első alkalommal is itt voltak, de vannak újak is, akik most jöttek először hozzánk. Akik most látják, hogy most hallottak erről először, ők is jelentkezhetnek, még mi a feltétel, hogy kerületiek legyenek? Szeretnénk inkább minél több kerületét fogadni, de nem kifejezetten ez a feltétel, hiszen nem csak arról van szó, hogy a kerületiek áruljanak, hanem akik a kerületben élők vehessék meg ezeket a tárgyakat. Húsvét előtt a Krea Plac nyuszi placcá alakult, és a legkisebbek is megtalálhatták a nekik való értékeket. A kifejezetten gyermekeknek készült ékszerek és játékok mellett kézműves foglalkozáson is részt vehettek a gyerekek, ahol nemezből készíthették el a húsvéti ajándékokat. A mandala stones, akik nagyon gyönyörű mandalás köveket készítenek, ők már az első alkalommal is itt voltak, de például most jött egy olyan kedves hölgy, aki szappanokat készít, sőt még csokoládé készítőnk is van. A legtöbbjüknek vagy van rendes foglalkozások, igen, és ezt hobbiként űzik, vagy pedig kismamák otthon vannak a gyerekekkel, és mint akár szórakozásnak is készítenek ilyen tárgyakat. És miért az lett a neve, hogy Nyuszi Plac? Most Krea Plac, ugye az a rendes neve, és most azért lett Nyuszi Plac, mert hogy várjuk a húsvétot és a nyuszit. Azok az anyák, akik kénytelenek munkahelyükre visszatérni, a gyermekük 3 éves kora előtt a bölcsődei ellátást választják. A kerületben található egyesített bölcsődei intézmények által meghirdetett jelentkezésekre és nyílt napokra májusban van lehetőség jelentkezni a telephelyektől, bölcsődéktől függően az általuk megadott időpontokban. Az ellátás iránti kérelmet a család által kiválasztott bölcsödében lehet benyújtani. A felvételről az adott intézmény vezetője legfeljebb június 30-áig értesíti a családokat. Büszkés vagyok a kerületi bölcsödéinkre és a bölcsöde vezetésére, mert hogy mindenkit, aki rászorul, megpróbálunk elhelyezni. Elsősorban ugye azok, akik feltétlenül vissza kell, hogy menjenek. Jogszabályok meg a rendelet is tartalmazza, aki olyan helyzetben van, hogy feltétlenül neki munkába kell állnia, és nem tud a gyermekével otthon maradni.
de azon túl is minden igényt megpróbálunk kiegészíteni, de sajnos nem megy, hiszen azért jóval több igény van, mint amennyi a férőhelyszámunk, de ezeknek az igényeknek a nagy része, van olyan anyuka a szülés pillanatában beadja az igényét azért, hogy majd egyszer mégiscsak sorra kerüljön. Tehát a reális igényeket próbáljuk és a folyamatosan teljesíteni. A szülőnek a kérelem benyújtásakor magával kell vinnie a gyermeke és az egyik szülő lakcímkártyáját. A gyermek tajkártyáját, a szülők, illetve az egyháztartásban élők előző havi nettó jövedelem igazolását. A sajátos nevelési igényű vagy ételallergiás gyermekek esetében a szakértői véleményt. Soha nem látott kígyózó sor, órákig tartó dedikáció. Ez jellemezte leginkább Gary Chapman március végi érkezését az újbudai Libribe. Az öt szeretett nyelv megalkotójának ez volt az egyetlen, mindenki által látogatható nyilvános megjelenése Magyarországon. Gary Chapman első könyvét a Harmat kiadó 15 évvel ezelőtt fordította le. Azóta is minden publikációja a kiadó gondozásában jelenik meg hazánkban. A neves pszichológus ritkán látogat Európába, annak ellenére, hogy rengeteg felkérést kap a világ minden tájáról. Így ez az alkalom igazi kuriózumnak számított a magyar olvasók körében. Valóban Gary Chapman jövetele, ez nagyon nagy dolog nem csak nekünk, hanem az országnak is, és ebben tényleg sok évi munka van. 2002-ben adtuk ki az első könyvét, és azóta nő a népszerűsége, és amikor ezt láttuk, akkor arra gondoltunk, hogyha ő személyesen eljön, akkor egy olyan motivációt is adhat az ismeret mellé, amit egy könyv egyébként nem biztos, hogy megad, hogy éljünk is vele a szeretetnek a kifejezésével. 8 évvel ezelőtt írtuk meg neki az első meghívó levelet, hogy nagyon szívesen látnánk, megindokoltuk, hogy miért lenne neki érdemes eljönni. Azt válaszolta nagyon illedelmesen, hogy annyi meghívás van, hogy nem tudja ezt bevállalni, és akkor még volt egy ilyen pár levélváltás, mindig nemleges válasz, ami 2 évvel ezelőtt egyszer csak válaszolt röviden e-mailben, hogy 2017. március 25-i héten el tud jönni. Mondtuk, hogy akkor jöjjön. És akkor mi nem tudtuk, de szerintem ő se gondolt arra, hogy ez az év egy különleges év neki is, mert pont most 25 éve, hogy ez az öt szeretett nyelv koncepcióját megfogalmazó könyve, az egymásra hangolva angolul is megjelent, ami azóta 50 nyelvre lefordított, csak angolul elfogyott 11 millió példányban. És hát mivel már nekünk elég érkezett, ezért tulajdonképpen nagyon boldog vagyunk, hogy nem mondta le, pedig lett volna egy csomó nagyobb országnak a meghívása is ebből a különleges 25 éves alkalomból. Az újbudai dedikáció hosszú órákig tartott. Azért szervezték meg, mert a szerző előadásaira pillanatok alatt elfogyott a jegy, így azoknak is igyekeztek lehetőséget teremteni a találkozásra, akik lemaradtak a rendezvényekről. A híres terapeuta az Újbuda TV-nek adott interjújában úgy fogalmazott, nagyon jó érzés látni, hogy a magyar közönség ilyen érteklődő a könyvei iránt. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam. Sokan mondták, hogy az Öt szeretett nyelv című kötetem mentette meg a házasságukat. És ez azért eléggé bíztató. A szerző a párkapcsolatokban fellépő krízis helyzeteket is elemezte a stábunknak. Egyetlen szóban össze lehet foglalni a problémát, ez az önzés. Ha csak az számít, ami nekem jó, és ha az, amit a másiktól kapok, nem tesz boldoggá, akkor továbbállok. Ez a legnagyobb probléma a kapcsolatokban. Az igazi szeretet ennek az érzésnek az ellentéte az önzetlenség. Amikor az a fontos, hogy én segítsek a másiknak. Amikor arra törekszem, hogy a legjobb feleség vagy férj lehessek. Az önzés rombolja, az önzetlenség pedig építi a kapcsolatot. A neves pszichológus elsősorban a szakterületéről a párkapcsolatokról szokott írni, de manapság egyre gyakrabban nyúl egyéb témákhoz is. Én mindig dolgozom valamin. Amerikában épp most adtunk ki egy könyvet, amely az öt szeretett nyelvről szól az Alzheimer-es betegeknél. Hogy hogyan tarthatjuk meg a szeretetet, ha az emlékek elhalványulnak. Amikor az ember elveszíti a kognitív képességeit, a szeretet akkor is meg tud maradni. Ez egy hihetetlenül érdekes és hasznos könyv, ami rengeteg nehéz helyzetben lévő emberen fog segíteni. Gary Chapman az Öt szeretett nyelv című legismertebb kötete eddig 11 millió példányban kelt el csak angol nyelvterületen, és 50 különböző nyelvre fordították már le világszerte.
Magyarországon 15 éve jelent meg az első könyve, és már a szerző ezidáig közel 40 kötetét adták ki magyarul, amelyek több százezer példányban keltek el hazánkban is. A Műszaki Egyetem főépületében idén 50. alkalommal rendezték meg a magyar egyetemisták és főiskolások súlyemelő bajnokságát. A rendezvényre most különlegesen sokan neveztek. Érkeztek versenyzők Szombathelyről, Kazincbarcikáról, Kecskemétről, Pécsről és Magyarország számos régiójából, hogy a neves versenyen megmérettessék tudásukat. Mennyire sikeres most idén ez a történelmi jelentőségű verseny? Hányan neveztek? Hát ez nagyon sikeres. Első körben 54 a főiskolás bajnokságra, és még 21-22 fő nevezett a kiemelt versenyre. Soha ennyi nő nem volt. A BME vezeti persze mindig a nevezési statisztikákat, aztán ami meglátjuk a végeredményt, hogy hova sikerül eljutnunk. Minden esetre most már az biztos a látszik, hogy a lányok közül egy országos bajnokunk, meg egy országos harmadik helyezettünk lesz. A rendezvényen kerületünk alpolgármester asszonya is tiszteletét tette. Királynóra díjakat adott át, és figyelemmel kísérte az utánpótlás küzdelmeit a hagyományosan minden évben a MAFC által szervezett rangos sporteseményen. Nagy örömmel jöttem, hiszen szívügyem összességében a sport életfejlesztése és fellendítése is, de a súlyemelés az különösen közel áll hozzám, és hát nagyon remélem, hogy itt a fiatalság, az ifjú generáció az majd hozzásegíti azt, hogy a súlyemelés az újra egy fölkapott sport legyen. Ehhez kell az utánpótlás, kell az, hogy minél több fiatal szeresse meg ezt a sportot, és ezek a kis versenyek is hozzájárulnak ahhoz, hogy ez így legyen. Mennyi munka előzte meg ezt az egész rendezvényszervezést? Hát ezt most elég sok. Az 50. évfordulóra készítettünk egy kis kiadványt, azzal legalább egy hónapot foglalkoztunk. A rendezés meg a szervezés az nagyjából 3-5 napot vesz igénybe. Ugye a versenylebonyolítása most így egész napos lesz. Tehát lényegében este 8-ig biztosan, hogy itt leszünk. Királynóra tavaly a Masters kategóriában maga is versenyzett, sőt az aranyérmet szerezte meg súlyemelésben. Tavaly elindultam a Masters OB-n, ugye, mert már elég öreg vagyok egyébként, és ott sikerült egy aranyérmet beszereznem, de igazából csak a kíváncsiság hajtott, kíváncsi voltam, hogy milyen egy országos súlyemelő verseny. Én egyébként crossfittezek, és ugye a crossfitnek az egyik eleme a súlyemelés, és ezért gondoltam úgy, hogy kipróbálom magamat ebben a sportágban is. Ma díjakat is ad át, hogy látja a mezőnyt, itt a lányok versenyén vagyunk éppen lassan túl. Milyenek a mostani fiatalok súlyemelésben? Nagyon ügyesek, és jó látni, hogy nagyon sokan elindultak. Most pont itt beszélgettem egy hölgyel, aki elmondta, hogy 3 hete kezdte el a súlyemelést, és itt van ma, és hát nagyon meglepődtem, hogy milyen nagy súlyokat emel, úgyhogy biztató a helyzet. Egy rajt, 6 táv a 600 métertől a félmaratonig, és több mint 28 ezer futó. Ez a 32. Telekom Vivicitta Városvédő futás kétnapos mérlege. A megszokott Margit-szigeti helyszín helyett idén a Városliget adott otthont a 3 évtizedes múlttal bíró hagyományos rendezvénynek, amely idén rekordszámú 2200 vendégfutót is vonzott 83 országból. A nyitó szám a 3x2 kilométeres váltófutás volt, amelyben indult az Egyesült Királyság budapesti nagykövete, Ian Lindsay is. A verseny jelmondatát, együtt többre vagyunk képesek, idézve, vele együtt futott rengeteg gyerek. Ahogy a folytatásban a 600 méteres családi futamban is. A Suhany Alapítvány ugyancsak 600 méterét kisebb-nagyobb segítséggel fogyatékkal élők is teljesítették, de igazi sztárcsapat, egykori olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, média személyiségek álltak össze a Minicitta 2,5 kilométerére. A jótékonysági futócsapat célja többek között az volt, hogy felhívják a figyelmet az autizmus ügyére. A nap leghosszabb távja az 5 kilométeres Minicitta volt, míg a második napon már csak a hosszabb távoké volt a főszerep. A félmaratonon 9200-an indultak az idei új betétszám a páros váltóival együtt, míg a délutáni Vivicittán közel 6500-re lódultak neki a 10 kilométeres távnak. A 11. kerületet a félmaraton 9. kilométerénél az alsó rakparton érték el a futók, és a 13-nál a Szabadsághídon hagyták el.
Újbudát összesen több mint 700 futó képviselte a hosszabb futó távokon, elfoglalva ezzel az első helyet a kerületek létszám statisztikájában. A leggyorsabb kerületi futó a félmaratonon Simonyi Balázs filmrendező ultrafutó lett, aki alaposan kihasznált minden távot a Vivi Csitta városvédő futás mindkét napján. Engem egy csomó dolog érdekel, és valamilyen formán mindig próbálja az ember kifejezni magát, legyen az egy film, vagy fotó, vagy a futás. Hát ez nem tehetségkérdés, hanem ez csak az, hogy tegyünk érte. Mi az, ami most annyira vonzó volt ebben a 2,5 kilométeres jótékonysági futamban, hogy a fiadat is elhozta? Több oka volt. Az egyik az, hogy a holnapi 10 kilométeres távra egy kicsit ráhangoljam, illetve az, hogy egy kicsit ő is megismeri, hogy milyen egy jó ügyért futni. És az, hogy édesapád ennyit fut, ez valamilyen módon vonz, vagy éppen meggondolod kétszer is, hogy elmenj futni vele? Inkább visszataszít, mert mindig, amikor vége a futásnak, így 3 napig így alig tud járni, és szerintem én megunnám így az első nap után, hogy folyamatosan ugyanazt csinálni. Most a 2,5 kilométer az egy tüsszentésnyi volt, és 16 percet kellett csak futnod. Csak 15. Na bocs, 15 okay. És fél. Jó. Természetismeret, szabadtéri programok, változatos sportolási lehetőségek és különböző fejlesztő foglalkozások várják a kicsiket a kerekerdő óvodában. Egésznapos iskola előkészítő, képességfejlesztés, Cogni Plus, ami a memóriáról, figyelemről és koncentrációról szól, illetve személyre szabott fejlesztések. Kis létszámú csoportok, vidám, családias hangulat és rengeteg sport. Sakk, úszás, korcsolya, kerékpár és tánc várja a gyermekeket. Az intézmény a 11. kerületben, Kamaraerdőben található, zöld környezetben, 6 hektáros területen, a volt Kamaraerdei Ifjúsági Park területén, felújított, gyermekbarát épületben. A gyermekek ismereteik, képességeik fejlesztése érdekében előzetes felmérés után 9 féle terápián vehetnek részt. A kurzusokat szakképzett logopédusok, gyógypedagógusok és konduktorok látják el. A szeptember óta működünk itt, mint bölcsőde és óvoda. 3 éve én már egy iskola előkészítő csoportot csináltam, de azt még nem itt. Az iskola előkészítő csoport az már a 3. éves, tehát ők egy 15 fős csoport, és hozzájuk jöttek a 3 éves kortól a 5 éves korig, akik ilyen vegyes csoportot alkotnak most. Szabad levegő, régóta ismerem ezt a területet, tudunk tovább bővülni, hiszen az elv az, hogy az óvoda iskola előkészítő után egy felmenőrendszeres iskolát is szeretnénk, és itt van lehetőség. Hiszen az alapelvünk az, hogy a szabad ég alatt rengeteg mozgással, egészséges étkezéssel kiegészítve játékos formában neveljük a gyerekeket. Tulajdonképpen 3 éve kezdtük el ezt a gyakorlatot, hogy azokat a gyerekeket, akik már érettek, nyitottak arra, vágynak az iskolára, megfelelő szintű feladatokkal lássuk el, de ugyanakkor azokatnak is adunk feladatokat, fejlesszük őket, akik valamilyen területen esetleg lassabban fejlődtek, vagy elmaradtak, hogy megfelelő, nyugodt iskolakezdést tudjunk biztosítani, sikerélmények érjék őket, pozitív élményekkel induljanak. Festenek, rajzolnak a gyerekek az egérodiban. Csend van és nyugalom, a kinti rohanó világban ez egy apró sziget, ahol a kicsik felhőtlenül játszanak. A társas foglalkozások keretében megtanulnak játszani a gyerekek, szórakozni, a foglalkozásokon pedig azt sajátítják el, hogyan kell egymásra figyelni, várni, ha egy-egy dömper vagy baba épp egy másik ovistárs kezében van. Az alacsony létszám azért is hasznos, mert a gyerekek idegrendszere így nem terhelt, a nevelők mindenkire külön-külön tudnak figyelni. A gyerekek mások és mások. Más a nyitottságuk,
dolgokra, más a fogékonyságuk dolgokra, de még az is befolyásolhatja éppen az aznapi kedvüket, hogy a családnak hogy indult reggel a napja. És hát nem lehet uniformizálni, azt gondolom, a nevelést, illetve a játékot sem. És nagyjából ez azt jelenti, hogy egy foglalkozást az óvónénik, hogyha megterveznek és kezdeményezik ezt a játékot, nem erőltetik be azokat a gyerekeket, akiknek esetleg ehhez nincsen kedve aznap. Mert előfordulhat, hogy belemelegszik egy játékba, majd akkor azt valamilyen más módon fogják azt a kisgyereket ebbe bevonni, vagy egy más alkalommal. De a gyerekeknek a kíváncsisága is más és más. Az a gyerek, aki nagyobb léptekkel tud fejlődni. Meg kell adni a lehetőséget, hogy ő az egyéni képességeit a lehető legjobban ki tudja bontakoztatni, és saját magához képest a lehető legjobban tudjon fejlődni. Én azt gondolom, hogy az óvodáskor egy roppant fogékony időszak, és ez a legfontosabb, amit egy óvodának biztosítani kell, hogy a gyerek minél inkább ki tudja bontakoztatni a tehetségét. A gyerekek napi négyszer étkeznek, kizárólag egészséges ételeket esznek. A finomságok között rendszeresen van bulgur, kuszkusz, zöldségek és gyümölcsök, nincs viszont fehér kenyér. Stábunk látogatásakor a gyerekek azt is bemutatták, hogy milyen ügyesek. A kislányok és kisfiúk tánc és mozgás kultúrája fejlett, a tehetségeket azonnal fel lehet fedezni. Az óvodánk egyébként művészeti nevelési program alapján dolgozik, ami azt is jelenti, hogy nagyon sok olyan technikát, anyagot, lehetőséget mutatunk a gyerekeknek, ami a művészeti ágak valamelyikéhez kapcsolódik, illetve nagyon sok olyan programunk van, olyan élményeket próbálunk adni a gyerekeknek, amin keresztül ők megismerkedhetnek ilyen tevékenységekkel. És vannak gyerekek, akik erre nagyon-nagyon fogékonyak, és akár tehetséget is mutatnak. Mások esetleg a zenei területen mutatnak kiemelkedő érdeklődést, egyébként néptáncoktatás is folyik az óvodában pont a művészeti program részeként, és hát ebben is megmutatkozik, hogy ki az, aki ebben szívesebben vesz részt, vagy akár ügyesebb. A kommunikációs, alkalmazkodási, konfliktus kezelési készségek ennek köszönhetően folyamatosan alakulnak ki a gyerekeknél, ezen tulajdonságokat pedig a kisiskoláskorukban is tudják majd kamatoztatni.